Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlévők, nagy öröm, nagy megtiszteltetés és természetesen nagy büszkeség itt ezen a szakma támogató hálózatok szakmai napján eljönni és részt venni. Külön megtiszteltetés az, hogy Egervári Ágnes vezető szakértő asszony hívott meg, hiszen az ő neve megfelelő garancia a minőségre és a színvonalra, és azt gondolom, ahova ő hív, ott egy olyan szakmai rendezvény folyik, amely az ország számára hasznos és értékes. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, bizonyára tudják, hogy 2021. január 1-ével a szociális háttér intézményi rendszer Magyarországon átalakult, és január 1-ével megalakult a Nemzeti Szociálpolitika Intézet, amely több más jogerőt intézettől és háttérintézménytől, valamint szervezettől vett át feladatokat. Egyrészt átvette a Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ főbb feladatait, másrészt pedig a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szakmai munkáját is a 2021. január 1-től a magáinak vallja. Az intézet számos uniós projektet is örökölt, és a 2021-es év az nagyjából abból állt, hogy összerendeződjünk, és az új szakemberekkel, bárhonnan is jöttek, egy komoly szakmai közösséget alkossunk. A Nemzeti Szociálpolitika Intézet megalakulásakor magáinak mondhatja az országos szociális képzéseket, mint feladatokat, magáinak vallja az országos módszertant, a szociális és fogyatékosságügyi pályázatok teljes egészében a hatáskörébe lettek utalva, valamint az országos fogyatékosságügy összes feladatát szintén az intézetünk kapta meg. Én azt gondolom, elmondhatjuk azt, hogy a terület szakmai tudásközpontja lettünk, és elégedettséggel, egy kis boldogsággal mondhatom azt, hogy olyan szakembereket örököltünk és kaptunk, akik szintén nagyon komoly felkészült szakemberként segítik az ország és az önök munkáját. A szakmai feladatokon kívül számos uniós projektet örököltünk. Felsorolás elegen elmondom, én azt gondolom, hogy akik itt ülnek, azok mind tudják, hogy miről van szó, mert hogy mindannyian szociális szakemberek. Az egyik ilyen az EFOP 111, amely a megváltozott munkaképességű emberek megsegítését szolgálja. A másik ilyen az EFOP 194, amely a szociális ágazat módszertani és információs rendszerének megújítását szolgálja. A harmadik ilyen az EFOP 382, amely az országos szociális képzéseket koordinálja, és a szociális szakemberek továbbképzését az egész országban lefedi, segíti, és mindenkit támogat abban, hogy a kötelező pontjait megszerezze. Én azt gondolom, biztos vagyok benne, hogy szinte mindenki találkozott ezekkel a szervezetekkel, hiszen járjuk az országot, szervezzük a munkatársakat, és 2-3-4 napos továbbképzések keretében igyekszünk letudni azt, hogy zavartalanul tudják folytatni a kötelezően előírt feladatokat úgy, hogy ez nyilván természetesen kötelező továbbképzésekhez van kötve. Amiket örököltünk, azokhoz egy kezdetben egy kicsit ilyetten álltunk, hiszen olyan hatalmas tömegben zúdult ránk ez az örökség, hogy nyilván még átnézni is nehéz volt, de elmondhatom azt egy év távlatában, hogy azok az uniós projektek, amelyek hozzánk kerültek, azok egy jól működő, jól átlátható és megfelelő eredményt hozó projektek. És a mai rendezvényt is, amelyet az 194 szervezett, azt gondolom, hogy olyan szakemberekkel rendelkezik, akik megfelelő garanciák arra, hogy minőségi és színvonalas ismereteket és tudást és segítséget adjanak át önöknek. Az EFOP 194 vezető konzorciumi ereje, az természetesen a Nemzeti Szociálpolitika Intézet.
de ebben az 194-ben részt vesz a KSH, részt vesz több más szervezet, mint a Magyar Államkincstár vagy az Oktatási Hivatal is. 2017 óta működik, és azt gondolom, hogy azok az eredmények, amelyek ebben a szervezeti egységben születtek, azok hosszú távon hasznosíthatóak. A projektnek van egy nagyon fontos kérdése, amelyet bárki bármikor feltehet, mégpedig az, hogy miért volt szükség erre a projektre. El kell mondanunk, hogy a szociális szakmának a MÁ-ban új kihívásokkal kell szembenéznie. Ezen számos szakértő dolgozott, nagyon sok szempontból megvizsgáltuk, és sajnos a következő dolgokkal egyet kell, hogy értsünk. Az egyik ilyen, hogy demográfiai változások vannak. A másik, a család, mint egység szerepe csökken, valamint a nagy családok szétesőben vannak. A klasszikus családmodell megszűnőben, a hagyományos családi funkciók erodálása és ennek következményeként a diszfunkcionális családok számának megugrása szintén a jelenkornak az egyik nagy problémája. Ennek következtében kollégáim és szakértőink arra a megállapításra jutottak, hogy az intézményközpontú szemlélet ezeket a helyzeteket már nem tudja megfelelő szinten kezelni, ezért olyan segítő hálózatokra van szükség, amelyek egy kicsi más szempontból és más hozzáállással próbálják az ország szakembereit segíteni. Mit valósít meg a projekt? Hát a projekt a szociális ágazat módszertani és információs rendszerének megújítására hivatott, és ebben két országos hálózat próbálja segíteni a mindennapokat. Az egyik a család és gyermekjóléti szolgáltatásoknak a hálózata, a másik pedig az idős ellátás területén működő hálózat. Én azt gondolom, hogy mind a kettővel bizonyára már találkoztak, bizonyára tudják, hogy milyen értékes munkát végeznek, de ha bárki feltenni azt a kérdést, hogy kinek szól ez a projekt, akkor erre a következőt tudnánk mondani. Két alprojektünk van, az egyik a demencia alprojekt, amelyről majd egy, azt gondolom, kicsit bővebben és lényegesen mélyebben, nagyobb tudással majd Egervári Ágnes vezető szakértőasszony fog nekünk itt előadást tartani, és higgyék el, mint a jogutód szervezetnek a első számú vezetője, én is örömmel fogom ezt hallgatni, hiszen ezen a projekten kívül még, ahogy említettem, elég sok másba is betekintést kell, hogy nyerjünk, de mindig azt kell, hogy mondjam, hogy amikor ilyen magas szintű szakemberekkel együtt tudunk dolgozni, akkor elégedettnek érzem magam, mert ismerve a szociális terület képzését, alapfokú képzéstől egészen az egyetemig, higgyék el, hogy örülök annak, hogyha minél több helyről hallom azt, hogy még vannak olyan szakértők, akik töretlenül, fáradhatatlanul itt vannak velünk, és azért dolgoznak, hogy ez a terület bármennyire nehezen is, de működik, és én azt szeretném, ha nem csak működne, de fejlődne is. Én azt gondolom, ebbe például Egervári Ágnesék nagy szerepet játszanak. Tehát az egyik ilyen projektünk a Demencia Alprojekt, amelye az idősek nappali ellátását és az idősek ápoló-gondozó otthonát biztosítók számára ad folyamatos szakmai támogatást. Ez az alprojekt létrehozott egy országos hírlevelet is, amelyet a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapjáról is letölthetnek, illetve külön kérése természetesen akár nyomtatott formában is eljuthatunk önöknek. Megpróbáljuk az Alzheimer kafékkal folyamatosan a kapcsolatot ápolni, felvenni, és a munkájukat a lehető legjobban segíteni. A másik alprojekt, azaz idős ellátás országos hálózata, ez 7 regionális és 20 megyei szakértő állandó közreműködésével zajlik. 2017-től 2022. február 28-áig körülbelül 100 személyes workshopot valósított meg, amely azt gondolom, hogy nem pici. A kollégáink a FOP 194-ben csatlakoztak ehhez a szűrőbusz szolgáltatáshoz is,
és elmondhatjuk azt, hogy közel 1000 adatfelvételre került sor. Az Alzheimer kaféknak a támogatása az a mai napig folyamatos. Több helyen jártam én is, például Szombathelyen a szombathelyi polgármesterrel nyitottuk meg az ottani kafét. Én azt gondolom, hogy hihetetlenül fontos, hiánypótló és kiemelkedően közhasznú. Nagyon fontosnak gondolom azt, hogy minden olyan kezdeményezés, amely alulról ered a szociális szakemberektől, az nyerjen valami fajta támogatást, mert a leginkább, akik ebben otthon vannak, és leginkább, akik tudják a mindennapoknak a problémáit, bajait, azok itt önök, akik én azt gondolom, hogy nem csak dolgoznak ebben a szakmában, hanem komolyan is veszik, és segítésként is gondolnak erre a területre. Hölgyeim és uraim, az EFOP következő időszakában, vagyis az uniós tervezés következő időszakában, a 21-28-asban tervezünk különböző új uniós projekteket. Egyebek mellett szeretnénk, és azt gondolnánk, hogy ennek a jelenlegi projektnek is nagyon komoly indokai vannak, hogy folytatása legyen. Illetve természetesen azt is szeretnénk elérni, hogy a 382-es továbbképzési projekt, amely azért az ország 80 ezer szakemberét leképezte, a 21-27-es továbbképzési időszakban is kapjon egy lehetőséget arra, hogy ismételten teljesen ingyenesen biztosítja a szociális szakembereknek a továbbképzésen való részvétel lehetőségét. Szeretném elmondani, a Nemzeti Szociálpolitika Intézet mindenki számára nyitott, minden szakembertől nagy szeretettel várjuk hozzászólását, véleményét, ötleteit, hiszen én azt gondolom, hogy együtt kéne javítsuk ezt az ágazatot, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne az, hogy amikor részt veszek egy-egy ilyen rendezvényen, akkor egy idő után majd egyre több fiatal, lelkes, csillogó szemű új szociális szakemberrel is találkozzak, amelyhez azt gondolom, hogy az önök segítségére is szükségünk lesz. Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy meghallgattak. Kívánok a mai naphoz sikereket, megfelelő szintű információkat, és ahogy említettem, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet mindenki számára nyitott, örömmel várunk mindenkit, ha véleménye, kérdése vagy óhaja van. Köszönöm szépen!